Bolgató szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Rap Terápia, a Terapeuta YouTube csatornán. Én Bíró Dávid vagyok, a terapeuta, és a mai videóban elindulok a 2018-as Sun City Hip Hop Fesztiválos interjú. Az idei évben egy kicsit máshogy fog kinézni a videó tartalom, mint ahogy megszokhattátok az eddigi éveket, ugyanis történt egy hatalmas probléma, amint a képen is láthatjátok, nagyon szépen beállítottuk és befényeltük az interjúkat, a helyszíneket, az alanyokat, mindent, de a probléma az, hogy ezek a videó felvételek sajnos eltűntek. Próbáltunk informatikusokhoz fordulni, hogy megoldják ezt a problémát, és valahogy valamilyen úton módon visszahozzák nekünk a videó anyagokat. Erre sajnos nem volt semmilyen mód, úgyhogy csak a hangfájlok maradtak meg. Viszont képekkel és videóanyagokkal próbáljuk illusztrálni az eseménynek a hangulatát, amennyire ez persze lehetséges. Egyébként, ha nem láttátok volna a 2018-as Sun City Hip Hop Fesztiválon készült teljes ilyen videómontást, akkor nézzétek meg itt az i-betűre kattintva, most pedig élvezzétek a mai interjút, jó szórakozást kívánok hozzá! Bólogató szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Rap Terápia a Sun City Hip Hop Fesztiválról, Szegedről. A Jata Klubról mellettem Csorba Gábor, szávasz! Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Na Gabikám, kezdjük azzal, hogy hadd gratuláljak a kispapasághoz. Köszönöm szépen! Hallottam, hogy kislányról van szó, azt kérdezem meg, hogy van-e már fegyverviselési engedélyed? Az mindig is volt. Szóval az már akkor meg volt, mikor már terve sem volt a gyerek. Értem. Mivel kislányról beszélünk, ezért csak kérdezem, hogy... 20%-ban, de még azért megkukacosodik, tudod, de... Jó, de tegyük... Van egy kis 20% esély rá. Tegyük fel, hogy kislányról beszélünk. Mit szólnál, hogyha beállítaná egy ilyen csőrepper srác, egy ilyen 16 év múlva is azt mondaná, hogy hát a kislányodat szeretném elvinni az aktuális fesztiválra. Nincs semmi akadály, hogyha freestyle-ban meg tud erre kérni rá. Oh. Szóval, hogyha freestyle-ozik ott nekem az ajtóban, a küszöbben, és ezt egy ütemre is csinálja, és mondjuk bírja a piát is, és mondjuk normális, akkor nincs annak akadálya. Az igen, én nem vagyok ilyen liberális ilyen tekintetben. Jó, hát azért pisztolycsővel a szádban azért nehezen fogsz freestyle-ozni, de hát ezt már majd meglátjuk, hogy lesz. Világos. Na Gabikám, azon túl, hogy kispapa vagy, és ez nagyon nagy öröm, és család tényleg itt úgy néz ki, hogy alakul. Ez mennyire nyomja rá a fesztiválra a bélyegét? Hát meg kell mondjam, egy kicsit ráfogja. Mivel, hogy hát mi egyedül leszünk itt a Mónival, nekünk nem lesznek nagyszülők, akik átjönnek segíteni majd a gyereket nevelni, vagy esetleg vigyázni rá. Ezért mi nem is tervezünk hazajönni majd csak jövő év decemberben talán. És ez valószínű, ez az fogja majd magával hozni, hogy nem lesz jövőre valószínű fesztivál, talán majd 2020-ban. Elnézést kérek mindenkitől, de nekem a gyerek az fontosabb. Nekem sosem volt ez a fesztivál igazából anyagi kérdés, vagy anyagi vonzata sosem volt. Szóval nekem azt a pénzt, amit esetleg erre a fesztiválra áldozok, az most a gyerekre muszáj lesz, és ő lesz az első. Hello Kitty tapéta, plüssök és a többiek. Hát igen, hát így lesz. De azért Mici Mackót még azért elviselném. Világos. Most egy kicsit magyarázkodtál, de szerintem nem kell. Itt szerintem mindenki tudja, aki szegedi, az biztosan, de aki mondjuk ellátogat erre a fesztiválra, és tisztában azzal, hogy ez a te szerelmed. És nyilvánvalóan, hogyha valakinek gyereke születik, ő lesz az új szerelem. Igen. Hát van egy szerelem, ugye a Natter, de volt mindig is egy úgymond szeretőm, az meg a fesztivál volt, meg hát a maga a hip-hop, meg ez az egész szervezkedés, ez mindig is az életem része volt, de hát a gyerek az fontosabb. Szóval ez nem tudom máshogy elmagyarázni, ez te tudod a legjobban. Én abszolút tudom, ugye? De most már Nattert megemlítetted, aki a szerelmed. Mennyire van féltékenység, most így őszintén mondjuk meg, családon belül a szeretőre? Egyáltalán nincs, mivel hogy segít, hogy kapcsolatban legyek a szeretőmmel, szóval nincs ezzel probléma, mindenben segít, sőt támogat is, és neki is elmondtam, hogy mi a döntésem ezzel kapcsolatban, és teljesen megértette, de azt is megértette volna, hogyha esetleg nem akarom ezt fölfüggeszteni egy darabig, de én így látom helyesnek, nekem most hely kell állni, mint apának, és én kireszek Norvégiába, föl kell emelnem az első szülött csorba gyereket Norvégiába, ez nekem nagy felelősség van a hátamon, és ezt most véghez kell vinni. Ugye, ez a kis szerelmem, ez azért szerelmem, mert ez sosem volt érdekszerelem. Szóval ez mindig úgymond plátói szerelem volt. Én nagyon szerettem úgymond a szeretőmet, inkább azt mondanám. A szerelmemet azt szerettem így is úgy, de a szeretőmet most beszélünk a fesztiválra, hogy világos legyen. Szóval azt ki szeretném hangsúlyozni, hogy azért az ember hallogat vissza dolgokat, azért külföldön is hallom, hogy sokan azt hiszik, hogy én ebből szeretnék megélni, vagy szeretnék én ebből pénzt csinálni. Na most azért azoknak szeretném üzenni, hogy nekem egyetlen egy pluszos bulim volt, az 10 évvel ezelőtt lesz jövő év februárjában, az első bulim, amikor a DSP a Garrisonnal, a Big Mac, meg voltak a szegediek.
Akkor vetted azt a piros Ferrari-t? Igen, a Ladára gondolsz? Ja. Na, akkor volt egy pluszos bulim. Hát jó, hát afteron el is ittuk gyorsan, de nekem azóta nem volt pluszos bulim. Szóval, hogyha valaki ezt esetleg kérdőre vonja, azt én szívesen levetetem számokba is. Sose a pénzért csináltam. Szóval ezt lehet ezt mondani, hogy én kiárusítom itt a szegedi hip-hopot, meg ilyen szövegek, de én nem érzem így, és ameddig én így érzem, addig ezeknek a szavaknak én nem adok egyáltalán hangot. Sőt, még azoknak is üzenném. Mert azért egy érdekes dolog, csak elmesélem. Mikor elkezdtem promózni a fesztivált, kaptam egy telefonhívást kint. De nincs szám, tudod így, én most nem parázok, fölveszem, tudod. Fölveszem, beleszólok, mondom, haló. És akkor hallom, hogy ki vagyok hangosítva, és csak annyit mondanak, hogy Csorba Gábor, mondom, igen. És így elkezdek, hogy idén tervezek bulit? Mondom, persze, tervezek. Azt mondja, hogy mondom, miért? Ki kérdezi? Hogyha tervezel egy ilyen bulit, akkor ahogy leszállsz a repülőtérről, neked problémáid lesznek. Na most én itthon vagyok másfél hete, a buli mindjárt elkezdődik, nekem eddig semmilyen problémám nem volt. A fogorvos leszámít. A fogorvos leszámít, vagy a saját magam hibájából. Nem értem az embereket, szóval nem tudom, hogy kinek volt ez érdeke. Azt kérdezte, azt is mondtam, hogy ha számmal hívtál volna, akkor írtam volna egy SMS-t, hogy figyelj, most szállok le, hol vagytok. De hát nem volt semmi ilyesmi. Nem is értem az embereket, hogy most mit vagy repülőtéren kilőnek egy sniperrel, vagy nem, mit gondolnak. Szóval nem értem ezeket az, és semmi arcoskodásból mondom, én csak nem értelek titeket, hogy ezt miért kellett ez a telefonhívás. Biztos, hogy van valami oka ennek, de mondjátok, magyarázzatok majd el egyszer nekem. Szóval várlak titeket szívesen. Nem tudom, hol vagytok, mindjárt nyitunk, gyertek nyugodtan. A laikusoknak mondjuk el, hogy egyébként egy ilyen nagyobb volumenű bulinak a megszervezése, ez mennyi munkát igényel? Hát ez ugye én ezt időben elkezdem, mert külföldön vagyok végig, szóval nekem azt le kell e-mailezgetni, üzengetni, hát most magyarokkal, meg veletek, ez egyszerű, rátok írok, fölíroteket, megoldjuk. A külföldiekkel is egyszerű, persze a mai világban, már internet világában minden egyszerű, de azért külföldről leszervezni azt, hogy itt minden patent legyen ma este, az egy kicsit azért megnehezíti a dolgot, hogy én nem vagyok itt a városba, és azért mindig, mikor ide jövök, akkor nekem rohanásból áll a napom. Én mikor jöttem, azt hiszem kedden érkeztem Szegedre, én azóta meg se állok, és próbálok itt minden flottul elintézni. Hát akkor fogorvosnál ülés, az pihenésnek számított? Most kezdek rendesen beszélni, mert le volt zsibbadva a fogam, hát az arcom, a két fogamat csináltattam most, szóval folyamatosan megyek mindenhova. Próbálok azért elintézni mindent, ha már itt vagyunk, egy hétig vagyunk itthon, vinni kell még babaruhákat is haza, meg ilyesmi, de a fesztivált végig kell vinni. Ha már belekezdtem, akkor végig kell vinni. Na, akkor nézzük a ma estét, ugye elég sok fellépőnk van, köztük kettő igen neves külföldi előadó is. Honnan közelítsük ezt egyébként? Ez egy olyan parti, ami a szegedieknek szól, és idehozod a külföldieket, vagy azt várod, hogy Szegedre látogassanak azok, akik a külföldiek miatt érkeznek, és ezt a milliót megszeressék, megismerjék? Hát nekem az a fontos, hogy igazából Szeged kapjon egy ilyen bulit, mint ugyanúgy, mint rap vagy hip-hop bulit, plusz legyenek külföldi fellépők, és a külföldiek megismerik a városunkat, hogy ne csak, én nekem is annyi baj nincs a fővárossal, de ugye mindenki oda megy, és én szeretném bemutatni azért, hogy vidéken is tudunk bulizni. Itt is lehet azért az ember, itt is tudja jól érezni magát. Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy itt lehet igazán. Ja, hát reméljük, hogy ez mindenki így van vele, én az igyekszem, hogy ezt fönntartani, ezt a látszatot úgymond. Hát azt tudom elmondani, hogy igazából én örülök neki, hogy ezt összehoztam. A Snowgoons-szal már tavaly kellett volna csinálni egy bulit, de nem úgy alakultak a dolgok. Szóval mindenféleképpen nekem egy pozitív érzés, meg egy motiváció, hogy ők itt vannak. Az MVS pedig Kulkaszkónak köszönhetem, mert az ő segítségével jöttek ők ide le, mivel alapból Magyarországon voltak, és igazából rám jött, hogy mit szólnék hozzá, hogyha eljönnének, és hát ezért vannak most itt a srácok. Ugye a megszokott, idézőjesen megszokott hazai nevek kikoptak, és helyettük mondjuk a kriminálos vonal jött be a ma estére. Ez ilyen tudatos váltás volt, hogy... Tudatos váltás volt, mivel hogy nekem imádom azokat a fellépőket, akik ide járnak, ugye SM-től az RA-ig, a DSP-sekig, de be kell látni, hogy ez még mindig egy rendezvény, ahol azért színesíteni kell a palettát. Hogyha mindig ugyanazokat hívod, akkor megkapod azt a savat, mint amúgy sok minden más rendezvény, ugyanazokat a neveket hívják. Én nem akarom ezt a savat megkapni, bármennyire is hiányoznak a többiek, szóval szevasztok srácok, sajnálom, hogy nem vagytok itt, de muszáj volt ezt így meglépnem. Az NKS-sel már nagyon régen akartam bulit, 10 éve csinálok már bulit,
és még nem volt lehetőségem őket lehívni. Bankosékat már egyszer lemondtam, 2016-ban, amikor elmosta az eső a szabadtéri bulit, és őket már presztízsből is muszáj elhívni ilyenkor, mert úgy volt, mert nagyon bántott a dolog, szóval nekik alap, hogy itt kell lenniük. Barks és THK pedig azért, mert egyébként ügyesek a srácok, és úgy gondolom, hogy nekik szerepük, vagy helyük van itt ma este. Az Alfonz, ugye az meg testvér, szóval neki is muszáj, mert ugye még jött most az új lemeze, szóval az alap, hogy neki itt kell lennie. Szóval ennyit tudok most így elmondani. Mondjuk azért az feltűnő, oké, hogy Alfonz itt van, de azért a szegediek kisebb létszámban vannak jelenleg itt helyben. Ennek mi lehet az oka? Igazából nincs ennek úgymond oka. Itt igazából annyit tudok elmondani, hogy sok Alfonznak kijött most egy lemeze, hogyha úgy láttam volna, hogy a többiek is kidobtak, vagy aktívak lettek volna, és letettek volna le mondjuk egy albumot idén, és lett volna egy albumot, akkor semmi akadálya. Igazából semmi olyan... Tehát az aktualitás. Az aktualitás, így van. Szóval az, hogy biztos, hogy lesz még olyan buli, sőt, lehet, hogy a következő bulin jobban ráfekszek inkább a szegediekre. Most adok mindenkinek egy kis időt, hogy csináljanak új cuccokat. Mindenki szerintem el van a maga kis életébe. A Street Beats-ből is csak igazából Alfonz, aki aktív. Csöpike is csinál néha egy-két tracket, de az egész Street Beats banda nem fog föllépni. Mindenki csinálja a saját kis életét, és úgy látom a szegedieknél is így van, hogy mindenki beállt a sorba. És elkezdett mindenki dolgozni. De hogyha látok ilyen aktivitást, meg persze engem is meg lehetne keresni, hogy figyelj, Gabi, kijött egy új lemezem, vagy kijött egy 4-5 trackem az idén, csináljunk valamit, vagy ilyesmi. Nekem kelljen mindenkit fölkeresni, hogy nem akarsz fellépni, de azért szeretnék mindig olyan dolgokat látni, mint album bemutató, vagy egy olyan dolog, ami egy nemes esemény abban az évben, és azt be kéne mutatni, azt, én így gondolom, hogy ezt így kéne csinálni. És a végén egy kis kikacsintás, ugye olyan szerencsés is lehet, hogy Norvégában élőben láthattad Eminemet, mesélj egy kicsit a koncertélményről. Hát jó volt, de hát annyian voltak, hogy így igazából kivetítőn láttuk az embert, meg így ilyen kis picibe, így ekkorában. Lego figura? Lego figura, de nagyon jó érzés volt, de rengeteg ember volt, szóval ott nem is akkor vetted észre, mikor ott ment az koncert, hanem utána, amikor vége lett, és így vonult a tömeg, és az a por, meg... De nagyon nagy élmény volt, de valahogy... Nem tudom, ahogy így öregszek, én egyre jobban nem élem ezeket a nagy tömeg nyomorokat. De amúgy egy nagyon jó élmény volt, és örülök, hogy megélhettem. Mesélj olyan élményről, ami meghatározó, így visszatekintve, akár a 10 évet, akár csak a Sun City-re tekintve a 2006 óta történteket. Mi volt a legklasszabb emlék, amire azt mondod, hogy hú, hát ez igen. A legklasszabb emlék? Hát mikor a bomb mondjuk fölkelt egy kádba egy reggel, az is egy klassz élmény volt. Rengeteg élmény van, amit nem is tudom is kiragadni. Hát az első bulit itt volt a 30. születésnapom. Azért itt volt a szegediekkel, elnyomtuk a szengalzenát, az is egy nagyon jó volt. Maga az, hogy megcsináltam ezt az egészet. Az első bulim is egy nagy élmény volt. Minden fellépő, aki így eljött, az jól érezte magát, pozitív visszajelzések. Nekem ezek mind, ezt nem tudom csak egy valamire kivetíteni, meg az, hogy mi is megismerkedtünk. Az is. Ez annyira nem jó, ugye? Annyira nem, de azért, ja. Szóval ezek a dolgok, ezek mind motiváltak, és ezért is csináltam, mert jó érzés volt látni azt, hogy hazajövök, és legalább egyszer, ezt magam mögött tudhatom egy ilyen bulit, vagy hogyha egyszer én ráhagyom, és valaki mondjuk szeretné csinálni tovább, és megkeres, hogy én esetleg adjak neki ötleteket, én ezt nagyon szívesen. Szóval én nagyon szeretném azt látni egyszer, hogy meg hogyha mondjuk gyerekem is megkérdezi, hogy mik ezek a videókapu, akkor el tudom mondani, hogy ezt én találtam ki, én csináltam. Persze én nagyon sokat köszönhetek a Street Beats-es bandának, akik belevittek ebbe az egészbe, a testvéreknek, és ők azért sok mindent azért láttam tőlük. A szervezés részét az én kaptam el, de maga, hogy belevittek ebbe a hip-hop kultúrába, azt nekik köszönhetem. Szóval az mindenféleképpen, de azért csináltam mindig, hogy legyen látszata, hogy egyszer valamit csináltam az életbe. Mert hogy dolgozok, mint egy állat, az egy oké. Hogy én is azért 300 órákat dolgozok a pénzemért kint, az egy dolog. De az, hogy így visszatekintsek majd egy pár év múlva, vagy esetleg 20 év múlva, vagy akármikor így kint, mert valószínűleg kint fogok maradni, akkor így vissza tudjak nézni egy-két videót, és azt mondjam, hogy na, legalább csináltam valamit így 28-30, vagy 20-as éveimben, vagy a korai 30-as éveimben. Hát Gabi, én azt gondolom, hogy mindenki, aki valaha fölléphetett ezen a színpadon, vagy az általad prezentált bulikon, az csak köszönhet neked, és hatalmas respekt mindenek. Köszönöm az interjút. Köszönöm, én köszönöm mindent neked is.
Gyere itt. Meg neked is, Dávid, ott a kamera másik végén, meg neked is, Mák, a sok mindenért. A sok palacsintáért, amit mindig a fellépőknek csinálsz, hatalmas pacsi, az asszonynak, aki mindig támogat, meg minden fellépőnek, aki itt volt. Köszönök szépen mindent, és visszatérek, csak most leszek is szünet. Szevasztok!